Kedves ballagó liskás diákok, kedves szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, mindazok, akik ezt a felvételt ezen a mai napon, amikor a hagyományos ballagásra sor került volna Liska intézményünkben, figyelemmel kísérik. Egy láthatatlan ellenség, egy aprócska, icipici kis vírus lehetetlenné teszi azt, hogy ma együtt ünnepeljünk, együtt köszönjük meg a Jóistennek azt a 4 esztendőt, amit együtt töltöttünk itt a Liska Katolikus Középiskolában. Lehetetlenné teszi, hogy felhűtlen örömmel, valóban méltóképpen búcsúzzunk el a 12. év végén az érettségi előtt az iskolától. Azonban az elmúlt napoknak, elmúlt heteknek az eseményei, azok elgondolkodtatnak bennünket, és különösképpen benneteket, akik 18-19 évesen, a felnőtt kor küszöbén, vagy talán azt már el is érve, 2020-ban egy olyan történelmi eseménynek lettetek a részesei, amely a ti életeteket egészen különleges módon befolyásolja. Március 13-án pénteken, amikor még utoljára eljöttetek az iskolába, nem is gondoltátok, hogy ez a nap lesz a ti életeteknek utolsó középiskolai napja. Amikor az esti órákban bejelentésre került, hogy a következő héttől már digitális munkarendben folyik tantermen kívüli formában az oktatás, akkor tudtuk, hogy ti 12-esek már csak az érettségi alkalmával fogtok belépni az iskola kapuján. Az elmúlt néhány nap, néhány hét, az azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egy rendkívül különleges időszak volt. Meg kellett tanulnunk azt, hogy mit jelent érettnek lenni és felnőttnek lenni. Megtanultuk azt, hogy hogyan kell vigyázni szüleinkre, nagyszüleinkre, barátainkra, hogy a vírusfertőzést ne adjuk tovább, hogyha esetleg megfertőztek bennünket. Meg kellett tanulni együtt élni a közösségben, és meg kellett tanulni együtt élni egyedül, önmagunkkal, és talán nagyon sokszor szembenézni mindazzal, hogy azért mégiscsak jó volt az iskola, ahol akárhogyan is, de elmagyarázták számunkra az anyagot, elmondták azt, hogy mit és hogyan kell tenni és csinálni, és most az elmúlt néhány hétben egy kicsivel egyénibben, egyéni módon kellett készülni ennek a tanévnek a lezárására és majd az érettségire. Én bízom benne, hogy mindenki, aki ezen a mai napon jelképesen elköszön az iskolától, hálás szívvel emlékszik vissza a Liskában töltött időszakra, és az érettségi során pedig valóban számot ad arról a tudásról, amit az elmúlt több mint 3 esztendőben, közel 4 évben ebben az iskolában elsajátított. Legyen köszönet mindenkinek, aki ebbe az iskolába járt, akik ebben a közösségben felnőtté váltak, és a szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok és barátok által, ha ma nem is együtt közösen, de mégis lélekben egybe kovácsolódva köszönjük meg a Jóistennek, hogy megadta ezt a napot, és én kívánom azt, hogy valóban eredményes és sikeres felnőtt élet legyen mindannyiótok számára a következő időszakban. Kedves diákok, tisztelt szülők és hozzátartozók! A 12. A osztályfőnökeként szeretnék néhány szót szólni hozzátok önökhöz. Ha néhány hónapja valaki azt mondja, hogy nem a diákjaim szemébe nézve, hanem egy kamera lencséjébe nézve búcsúztatom az elmúlt 4 évet, akkor azt feleltem volna, hogy ilyesmit csak egy hatásvadász hollywoodi rendező álmodhat. De a valóságban is eljött ez a jeles nap, és mi egymástól távol ünnepelünk. Évek múlva a gyerekeitek majd csodálkozva hallgatják, és egy kicsit hitetlenkedve is, amikor arról meséltek nekik, hogy milyen volt a történelmi 2020-as évfolyam tagjaként otthon megélni a középiskolai évek végét.
Most azonban még túl erős bennetek a hiányérzet és a megfosztottság. Vigasztalásul gondoljatok arra, hogy helytáltatok, helytáltunk ebben a példa nélkül való helyzetben. Teljesítettétek a feladataitokat, és hétfőn mindnyájan megkezdhetitek az érettségi vizsgát. Most az a fő, hogy a vizsgákon tudásotok legjavát adjátok, a vizsgák végeztével pedig megnyugodva és egészségeteket megőrizve térhessetek vissza az otthonotokba. Egy biztos, én az osztályfőnökötök és mi a tanáraitok lélekben veletek leszünk a vizsgák minden egyes percében, és szurkolunk, hogy az időjárástól a tételekig minden, de minden kedvezően alakuljon. Aztán, amikor elvonul a fejünk fölül a vírus veszélyvihar felhője, akkor mindent bepótolhatunk. Találkozhatunk, ünnepelhetünk. Ünnepelhet a család, a rokonság, a barátok, méltóképpen megadva a módját ennek az alkalomnak, amely mérföldkő minden fiatal életében, felnőtté válásotok küszöbe. És találkozhatunk újra, osztálytársak és tanárok, beszélgethetünk egymás szavába vágva, hangoskodva, nevetve. Addig tartsatok ki, fiúk, és minden bele. Kedves diákok, itt állunk most azon a folyosón, ahol a ballagás során az elmúlt években diákok százai haladtak végig. Most erre nem kerülhet sor. Viszont sor kerülhet az emlékezésre, hiszen ilyenkor, amikor valami hiányérzetünk támad, akkor rádöbbenünk arra, hogy mennyire jó volt az, ami most hiányzik. Az elmúlt hetekben nagyon sok diákkal beszéltem, elsősorban a különböző kommunikációs csatornákon keresztül, és mindenki elmondta, hogy most már nagyon jó lenne újra visszatérni az iskolába. Ti, akik a 12. évfolyamos tanulók közé tartoztok, ezt már most nem lehet megtenni, azonban egy valamit ne felejtsetek el. A 14. életévtől 18. életévig egy olyan időszak mindannyiunk életében, amikor kamaszból ifjú emberré, ifjú hölgyé növekedünk. És ez az időszak, ezt elsősorban a szülők, az iskola és a kortársak befolyásolják. Én bízom benne, hogy itt ebben az iskolában olyan pedagógusokkal, olyan társakkal, olyan diákokkal és olyan felnőttekkel találkoztatok, akiktől láttatok sok példát. A jó példák erősítsenek meg, hogy ezt lehet és ezt érdemes követni, a rossz példákból pedig tanuljátok meg azt, hogy mi az, amit nem érdemes, vagy nem szabad megtenni. Na kedveseim, 12. vések. Én nem gondoltam arra, hogy nagy búcsúzkodást tartunk, hiszen reményeim szerint a következő évfolyamon találkozunk együtt, és aztán végre meg tudjuk ünnepelni azt az egészet, amit együtt elértünk a 4 év során, plusz majd az 5. évben. Tudom, hogy milyen nehéz helyzet volt ebben a bűzavaros időszakban felkészülni az érettségére, de én bízom bennetek, szerintem mindenki meg fogja oldani a problémákat. Én nagyon büszke vagyok rátok, a szülőkkel együtt, a tanárokkal együtt elértük azt a szintet, ami jogosít arra benneteket, hogy mehessetek érettségizni. Sok mindenen végigmentünk, voltak, akik lemorzsolódtak, voltak, akik néha harcoltak egymással szemben, tanárokkal, velem is, de voltak közös szép élményeink, reményeim szerint, bár most itt üres teremmel beszélek, azért reményeim szerint mindenki sikerrel veszi az akadályt, és következő évben tud beiratkozni, és az OK-i végzettségét meg tudja szerezni. A szülőknek csak annyit, majd később még találkozunk reményeim szerint, hogy köszönjük a kitartást, a sok segítséget, és látszok nektek, hajrá, minden, ügyeskedjetek, gratulálok mindenkinek eddig is, további sok sikert. Kedves végzős 12. C-osztály! Az ember életében több olyan kiemelkedő esemény is van, amelyek emlékezetesek maradnak egész életében. Ilyen például a középiskolai ballagás is. Ez a várovárt esemény, amikor szokásos módon képetesen is, de búcsút vesztek iskolátoktól, tanáraitoktól,
osztálytársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt töltöttétek az elmúlt 4 évet. Az ismert okok miatt sajnos hagyományos ballagást nem lehet tartani, ezért mutatni különleges módon kell ezt megrendezni. Ehhez kapcsolódóan szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Nem olyan rég, a járvány okozta rendkívül helyzet miatt az oktatásnak egyik új, ismeretlen formájába csöppentünk bele, így az utolsó másfél hónapot nem a megszokott iskolai környezetben, tanáraitokkal, osztálytársaitokkal kellett együtt tölteni, hanem otthon, karanténban. A megszokás által biztonságosá vált iskolai környezet hiányát talán már most is éreztétek, noha még el sem ballagtatok. Nagyon sok dolggal vagyunk úgy, hogy igazán csak akkor értékeljük, ha érezzük annak hiányát. Szerintem ezt most mindenki belátja, hogy így van, és többé-kevésbé már hiányzott az iskola. Egy ballagási eseményhez több dolog is társul, amelyek közül most 3-at szeretnénk kiemelni. Az egyik ilyen dolog a visszatekintés, visszaemlékezés, hogy milyen is volt az elmúlt 4 év. Egy biztos, hogy nagyon sok minden változott. Számos tudással, ismeretanyaggal, emlékkel, élménnyel lettetek gazdagabbak. 2016. szeptemberében, amikor először átléptétek az iskola kapuját, biztosan nem hittétek, hogy ez a nap ilyen gyorsan eljön. Most visszatekintve az elmúlt 4 évre, szinte szempillantásnak tűnhet az egész, de természetesen ez ennél sokkal több volt. Mindenkinek más volt, és mindenkinek okozott sok örömet, és talán némi szomorúságot is. 4 év ezelőtt egymás számára többé-kevésbé ismeretlenként megilletődötten érkeztetek, most pedig egy összekovácsolódott közösség tagjaiként távoztok. 4 éve még kamaszok voltatok, mára pedig fiatal felnőttekké váltatok, és remélhetőleg néhány hét múlva, képletesen szólva, érettek is lesztek. 4 éven keresztül a szeptemberi első becsengetéstől a júniusi utolsó kicsengetésig az időtek jelentős részét együtt töltöttétek. Minden órai történés, szünetbeli beszélgetések vagy bohózkodások, vagy a minden évben már annyira várt osztálykirándulások emlékei mind-mind összekötnek benneteket. Ezek az emlékek, amelyek összekovácsoltak benneteket. Ezeket az emlékeket őrzitek magatokban vagy digitálisan. Biztosan sokan őriztek jobbnál jobb fényképeket különböző eszközökön. Ezeket ne töröljétek ki. Higgyétek el, jókat lehet majd rajta mosolyogni néhány év múlva, amikor ezeket előveszitek, talán az osztály találkozókon is. A második dolog, ami a ballagás mellett előtérbe kerül, illetve előtérbe kell, hogy kerüljön, az a köszönet. Köszönet elsősorban a szüleiteknek. Ők azok, akik már legalább 12 éve figyelik és felügyelik iskolás éveiteket, meg annyi áldozatot hozva, olykor sok nehézséget leküzdve, hogy ti ezeket sikerrel fejezétek be. Ne felejtsétek el ezt megköszönni a szüleiteknek, illetve mindazoknak, akik segítettek ebben titeket. Higgyétek el, nagyon sokat fog ez jelenteni nekik. Köszönet jár a tanáraitoknak is, akik mindig, minden körülmények között megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni belőletek, még olyankor is, ha ennek néha ellenálltatok. A tanítás mellett neveltek, fegyelmeztek benneteket, egyengedték utatokat. A harmadik dolog, amiről szót kell ejteni, az a középiskolai tanulmányokat lezáró érettségi vizsga. Számtalanszor hallottátok a 4 év során, hogy ez meg az azért is fontos, mert biztos benne lesz az érettségi vizsgán. Azt viszont senki nem gondolta, és erre senki nem is készített fel benneteket, hogy a célegyenesben ilyen bizonytalan helyzet alakul ki. Akkor, amikor talán a legnagyobb támaszra, legnagyobb lelki erőre lenne szükségetek. De nem kell aggódni. Az érettségi nem ezen a másfél hónapon fog múlni.
Tudom, hogy tanáratok úgy, mint korábban, ebben a helyzetben is mindent megtettek azért, hogy a még esetleg hiányzó, vagy már talán kissé elfeledett tananyag eljusson hozzátok, hogy megértsétek azt. Én sem féltelek titeket, bízom bennetek. Tudom, hogy sikeresen meg fogjátok oldani ezt a helyzetet. Önállóak vagytok, bátrak, okosak, de ha kell, nyugodtak és megfontoltak is tudtok lenni. Erre lesz most szükség a következő napokban is. Végezetül kívánok nektek a következő napokra, illetve céljaitok megvalósulásához kitartást és erőt, jó egészséget. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Jó volt veletek! Szervusztok, kedves gyerekek! Volt 12D-s osztályom. Hát eljött ez a nap is, nem így terveztük. Jó lett volna együtt ballagni, de az élet felülírta. Eltelt ez a 4 év. Nagyon sok mindent lehetne mondani egy ilyen búcsúztatásnál, búcsúzásnál, de én nem akarok tőletek búcsúzni. Úgy döntöttem, hogy inkább a jövőtökről beszélek, és talán visszaidézünk egy-két szép emléket. Például azt, hogy megtanultam kínai leveli béka nyelven is beszélni, és ti is megtanultátok azt, hogy velem hogy kell kommunikálni. Nem volt egyszerű ez a 4 év. Többeknek nem is sikerült. Jó lenne, hogyha ők is jöhetnének velünk a jövő héten hétfőn érettségizni, de mindenképpen eljutottunk eddig, és ez a lényeg. Mi 25-en velem együtt, 26-an nekivágunk hétfőn az érettségének. Erre készültök 4 éve. Úgy gondolom, hogy sikeresen fogjátok abszolválni ezt, és sok sikert kívánok hozzá. Ez a 4 év, ez nagyon sok mindenre megtanított engem is, benneteket pedig még több mindenre. Ez alatt a 4 év alatt barátságok, szerelmek szövődtek az iskola falain belül, és én úgy gondolom, hogy egész életetekre ki fog ez majd hatni. Vigyázzatok arra, hogy ezek a barátságok, ezek az ismerettségek, ezek csak akkor maradnak meg, hogyha ápoljátok őket. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ez a közösség valamilyen módon megmaradna. Tartjuk a kapcsolatot hozzám, és a tantestület nevében beszélek bármelyikünkhöz, nyugodtan jöhettek segítségért, vagy csak néhány jó szóért, egy jó beszélgetés erejéig. Remélem, hogy még mindig fogunk találkozni. Nagyon sok minden volt a fejemben, hogy miről is lehetne beszélni, de annyi időt nem kaptam. Egyrésztről, másrésztről pedig azt hiszem, hogy ez alatt a 4 év alatt fiatal felnőttekké értetek, valóban érettek lesztek néhány napon belül már, papíratok is lesz róla, de az igazi élet talán most kezdődik, fel fog gyorsulni. A gyermekkor az nagyon gyorsan elment, a felnőtt életetek még gyorsabban fog peregni. Próbáljátok kielvezni minden percét, éljetek úgy, ahogy legjobban szeretnétek, és környezeteteknek, családotoknak, szüléteknek, akik a tanulmányaitok során nagyon sokat segítettek nektek, próbáljatok minél jobban, minél hasznosabban, tevékenyebben részesei lenni. Minden jót kívánok nektek az életben, sikeres érettségit, és talán egyszer majd egy közös bulit még össze tudunk hozni azok helyett, amik itt az elmúlt 2 hónapban sajnos elmaradtak. Minden jót kívánok nektek, szervusztok! Kedves kollégák! Tisztelt vendégeink, kedves 12. G-osztály! Űrt érzek, mondhatatlan űrt. Nem várnak ránk virágba borult termek, feldíszített épület. Nem vonulhatunk végig büszkén, emelt fővel tanáraitok, szeretteitek, diáktársaitok előtt. Nem zengnek ajkainkon és a hangszórókon ballagási énekek, helyette a csend vesz körül. Mégis
miközben egyedül vagyok a teremben, látom magam előtt a reggeli órák álmos tekinteteit, a mindennapi poénjaitokat kísérő derűs arcokat, fülembe csengnek az állandó szlogenjeitek. Ez a tanterem számomra már sosem lesz üres. Egy ünnep lényege nem a külsőségekben rejlik. Ha most befelé fordultok és felidézitek mindazokat az emlékeket, emberi kapcsolatokat, barátságokat, szerelmeket, amiket itt szereztetek, akkor lélekben együtt ballagunk. Eközben pedig gondoljatok szeretettel szüleitekre, tanáraitokra, mindazokra, akik ezen a virtuális úton is elkísérnek benneteket. Éljük meg úgy ezeket a perceket, hogy az élet egy különleges, rendhagyó, történelmi ballagással ajándékozott meg bennünket. Ne az elveszett pillanatokat keressétek, hanem ragadjátok meg mindig az adott élethelyzetben rejlő lehetőségeket. A Minden héten háború című amerikai sportfilm edzőjének gondolatát szeretném kölcsönözni. Az élet is lépésekből áll, akár a futball. És ha belegondoltok, mindkét játszmában nagyon csekély a hiba lehetőség. Hiszen ha egy kicsit nagyobbat lépsz, vagy kisebbet, már máshova érsz. Ha egy picit lassúbb vagy gyorsabb vagy, már nem kapod el a labdát. Szóval minden téren a legfontosabb az időzítés. Azt akarom, hogy erre törekedjetek. Azt akarom, hogy ne csak a pályán, hanem az élet bármely területén erre az időzítésre törekedjetek. Fogjátok meg, és ne eresszétek el a pillanatot. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen benneteket küzdelmeitek, felelős döntéseitek és a hamarosan kezdődő érettségi vizsgák megpróbáltatásai során. Ha túl leszünk az érettség és a járványhelyzet viszontagságain, nem várunk 5 évet az első érettségi találkozóval. Stílusosan fogalmazva, mielőbb szeretnék igent mondani a fiúkkal készült karácsonyi csoportképünk táblaképén szereplő kérdésre. Végezetül szeretnék gratulálni valamennyi díjazottnak, jutalmazottnak. Sok sikert kívánok nektek, hajrá 12. G-osztály, és köszönöm az együtt töltött 4 évet. Kedves szülők, kedves nagyszülők, ez az a tér, ahol önök az elmúlt években, ha ballagó diákoknak a ballagásaira eljöttek, akkor helyet foglaltak. Most üres a tér, és legfeljebb a képernyő előtt tudják nyomon követni azt az eseményt, amelynek során a kedves diákok megkapják az elismerő szavakat, megkapják azt az utolsó néhány jó tanácsot, amelynek a segítségével talán eredményesebb és sikeresebb lesz az érettségi vizsga. Kedves diákok, itt látható a hátam mögött az a terület, ahol pedig ti szoktatok helyet foglalni. Én azt kívánom nektek, hogy amikor újra visszatér az élet a normális kerékvágásba, akkor gyertek el ennek az iskolának az udvarára, az osztállyal együtt énekeljetek el egy-egy nótát, és emlékezzetek arra, hogy ez a 2020-as esztendő egy olyan különleges év volt, amikor úgy lehetett ballagni, hogy ki sem kellett otthonról mozdulni. Azonban mégis az előző évek ballagó diákjaihoz képest ti egy egészen különleges, egészen sajátos, és talán éppen ezért felnőttebb módon búcsúztatok el az iskolától. Kedves végzős diákok, kedves szülők, tanárok, és mindenki, aki ezt a videófelvételt nyomon követi. Most, amikor a videófelvétel készült, április 28-a van. Ilyenkor mindig aggódva nézzük az időjárás előrejelzéseket, vajon esni fogja az eső, lehet-e megrendezni ballagási ünnepségünket az iskola udvarán. Ez az év különleges. Ez a ballagás különleges, ez az évfolyam különleges. Most az időjárástól függetlenül egy szobában végig lehet követni a beszédeket, a díjazottak ismertetését. Most az iskolából hiányoznak a ballagók, hiányoznak kedves vendégeink. Ez az iskolánk első olyan évfolyama, amely tanulmányait a Jászban Ényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Liska József Középiskola és Kollégium tagintézményében kezdte. Ezen a néven az iskolánk 2016-ban bővült óvodával, és a szakképzési törvény változásai miatt ez az utolsó évfolyam, amely ezen iskola nevén fogja befejezni tanulmányait. Az idei tanévben nem fejeződtek be a hagyományos tanulmányi versenyek, nem hirdettek nyerteseket. A végzősök között sok olyan tanulónk van, akik az országos versenyen a döntő előtti lépcsőfokig eljutottak, de a döntőket már nem rendezték meg. Ez az ő igyekezetüket, szorgalmukat, teljesítményüket nem kisebbíti.
Az elért eredmények alapján az iskolavezetés és a Liska József Alapítvány kuratóriuma díjakban részesítette legjobb eredményeket elérő tagokat. Liska díj. Iskolánk névadójának szellemiségét őrző díj. Azok a 12. évfolyamos vagy technikusi vizsga előtt álló tanulók kaphatják meg, akik kimagasló tanulmányi eredményükkel, vagy az országos és megyei tanulmányi versenyeken, illetve pályázatokon elért sikereikkel, vagy pedig szakmai, rendészeti és katonai képzés területén végzett munkájukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének erősítéséhez. Idei évben a fődíjat Kalocsa József Nándor 12. C-osztályos tanuló kapja. Szorgalma és magatartása 4 éven keresztül példamutató volt. Kiemelkedő tanulmányi munkáját érdemjegyein kívül különböző versenyeredmények is mutatják. 2018-ban megyei fizika versenyen 4. lett, történelemből 2019-ben 1. helyezést ért el. 2020-ban pedig az OKTV 2. fordulójába jutott. Példásan teljesített még matematika és angoltanulmányi versenyeken is, az osztályközösségben szintén lelkiismeretesen végezte munkáját. A határtanuló pályázat keretében megvalósult projektnek aktív résztvevője volt. A fődíjon kívül a Liska József Alapítvány további jutalmazottakat és díjakat is kiosztott. Gulyás Bence, 12. B-osztályos tanuló. Nem csak adottságaival, hanem végtelen szorgalmával érte el, hogy minden évben kitűnő tanuló volt. Szinte minden tantárgyból jeles eredményt és dicséretet kapott. Valamint általános nevelőtestületi dicséretet is minden évben. Kiváló tanulmányi eredményei mellett rendszeresen próbára tette tudását különböző tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön is. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát tett, osztálytársai becsülik őt, segítőkészsége, kreatív ötletei, olvasottsága, műveltsége miatt. A rábízott feladatokat megbízhatóan teljesíti, fontos építőköve közösségünknek. Kovács Lili, 12. G-osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi munkája, szorgalma, szerény, segítőkész személyisége példaértékű. A közösség iránti aktív felelősségvállalását tükrözi, az Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban, valamint az országos, kortárs felkészítő táborban való részvétele. Az itt szerzett ismereteit iskolánkban, osztályfőnöki órák keretében is megosztotta. Több tanulmányi versenyen is megmérette magát, angolból B2 nyelvvizsgát szerzett. Református hitéletét aktívan gyakorolja. Törőcsik Fanni Barbara, 12. G-osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi munkája, szervező tevékenysége és segítőkész személyisége példaértékű. A 9. évfolyamtól kezdve az osztály és az intézmény tanuló közösségének megbízható és meghatározó tagja. Az iskolai, kollégiumi, diákönkormányzat vezetőjeként a diák élet aktív formálója volt. Gyakran szerepelt iskolai, kollégiumi rendezvényeken, éveken át tagja volt a Liska énekkarának, közreműködött a katolikus óvoda, mocorgó miséjén, hitéleti elkötelezettségét igazolja, hogy a bérmálás szentségében is részesült. Lukács Levente, 5/13 A-osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású és szorgalmú tanuló. Feladatait lelkiismeretesen végzi, tanárait segíti. Szavalataival, beszédeivel, iskolai ünnepségek állandó szereplője. A Csernyánszky Imre országos matematika verseny döntőjébe 1. helyen került be. Az országos tanulmányi versenyen elért teljesítménye alapján írásbeli vizsgaloli felmentésben részesült. Agóth Csaba, 2/14 C-osztályos tanuló. Kimagasló tanulmányi eredmény és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesül. Minden hitéleti összejövetelen részt vesz, segíti osztálytársait a tanulásban. Magatartása példamutató. Az országos szakmai tanulmányi versenyen kitűnő eredményt ért el, bekerült az előválogatóba az ország legjobb 10 versenyzője közé. Gyakorlati munkája kiváló, szakmáját a szakma szeretete jellemzi. Jancsik Dániel, 2/14 C-osztályos tanuló. Kimagasló tanulmányi eredményéért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült. Hitéletben példaértékűen vesz részt, segíti osztálytársait a tanulásban. Magatartása példamutató. Az országos szakmai tanulmányi versenyen kitűnő eredményt ért el, bekerült az előválogatóba az ország legjobb 10 versenyzője közé.
főleg elméletben jeleskedik, szakmáját szereti, gyakorlati munkája is kiváló. Kavács Máté, 5/13 V-osztályos tanuló. Az iskolában eltöltött évek során tanúsított kitűnő szorgalmával, példamutató magatartásával, kötelességteljesítésével és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkájával az osztály és az iskola példaképe lett. Szakmai versenyeken elért kiemelkedő teljesítményével öregbítette iskolánk hírnevét. 2019-ben megnyerte a Samsung Elektronika versenyt. Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén 8. helyezést ért el. Az idei országos szakmai tanulmányi versenyen és a Csernyánszkénbe országos középiskolai pneumatika versenyen döntőbe jutott. A Liska díj mellett a Liska Alapítvány gondozza az Anna díj kiadását is. Ez a 2014-ig működő Anna Alapítvány névadójának Horthy Jánosné iskolánk volt igazgató helyettesének szellemiségét kívánja megőrizni. A díjat a Liska Alapítvány finanszírozza, egy vagy több 12. évfolyamos tanuló kaphatja meg, akik társadalomtudományi tárgyak vagy idegen nyelvek terén kimagasló tanulmányi eredményt érnek el, tehetségüket versenyeken is igazolják. Anna díj, társadalomtudományok terület. Péntek Petra, 12. E-osztályos tanuló. Előadó művészi teljesítményével hozzájárul az iskola hírnevének öregítéséhez. Vers és prózamondó versenyeken elért szép eredményeket. Nélküle nem lehet egyházi, iskolai ünnepség, ballagásokon, szallagavatókon ő vállalta a bemondói szerepet. Kellemes hangjával, határozottságával, rátermettségével szépen teljesítette vállalt feladatát. Anna díj, idegen nyelv. Sisa Patrik, 12. B-osztályos tanuló. 4 év alatt számos megmérettetésen bebizonyította angol nyelvből rátermettségét. 9. osztályban Szent Ferenc angol nyelvi verseny iskolai fordulóján első helyezést ért el, illetve 2. helyezett lett az iskolai angol versenyen. 10. osztályban angol nyelvi országos levelező csapatversenyen 5. és 18. helyezést ért el. 11. osztályban sikeres komplex középfokú nyelvvizsgát tett, emelt szintű érettségére készül. További díjaink. Kovács Kristóf díj. A díj névadója Kovács Kristóf, jászberényi születésű ferencesrendi szerzetes, aki 1944 őszén mártírhalált halt Délvidéken. Kovács Kristóf egész életét a jóság, szeretet, másokon való segítés szándéka határozta meg. A díjat azok a 12. évfolyamos diákok kaphatják meg, akik meghatározó szereplői voltak az iskola közösségi életének, és aktívan gyakorolják keresztény hitüket. Rendszeresen szerepelnek az egyház ünnepségeken. A díjat a Liska Alapítvány és a Diák Önkormányzat közösen finanszírozza. Víg Nóra, 12. D-osztályos tanuló. Jó tanulmányi munkájával, kiemelkedő hitéleti tevékenységével, példaként állítható társai elé. Örömmel, nagy odaadással vesz részt hittanórákon, hittantáborokon. Kedves egyéniségének, szép beszédkultúrájának köszönhetően több alkalommal is köszöntötte ünnepségeken a résztvevő vendégeket. Minden évben szereplője, majd szervezője is volt templomi pásztorjátéknak. Tagja volt a Diákolimpián országos 3. helyezett robbanó csapatnak. Énekkarunk tagjaként rendszeres részvevője volt iskolai és egyházi rendezvényeknek. Bátori Nóra, 12. G-osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi munkája, szorgalma, kitartása, valamint segítőkész személyisége példaértékű. Osztályát rendszeresen képviselte az iskolai Diák Önkormányzat ülésein, kollégiumi rendezvények állandó szereplője, valamint éveken át a Liska énekkarának tagja volt. Végzős diákként is segítette az énekkar munkáját, aktívan közreműködött a katolikus óvoda mozorgó meséi. Egyház zenei szereplések mellett ítéleti elkötelezettségét igazolja, hogy a bérmálás szentségében részesült. Sas Ditta, 12. E-osztályos tanuló. A díj névadójához hasonlóan őt is a másokon való segítés, a jó szándék, alázat jellemzi. Az osztály közösség osztopos tagja. Osztályfőnöke bármikor támaszkodott rá, szívesen segített mindenben. A dokgyűléseken való aktív részvételével, karácsonyi vetélkedők alkalmából és egyházi eseményeken egyaránt. Szorgalma, magatartása mindig példamutató volt, jó tanuló is, szakmai versenyeken legjobb teljesítményt mutatta.
Farkas Bianca, 12. E-osztályos tanuló. 4 év alatt mindig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, számos tanulmányi dicséretben részesült, elsősorban szakmai tárgyakból és hittamból. Kiemelkedő szorgalom, példamutató magatartás, közösségért érzett lelkiismeretes munka jellemezte. Évek során kiemelkedő hitéleti tevékenysége is, aktívan részt vesz az egyházi rendezvényeken. Vezető szerepet játszott osztályban, minden évben a Barátok templomában végzett egyházi ünnepet előkészítő munkában. Károly Bernádi. Névadója a szintén jászberényi kötődésű Károly Bernát ferencesrendi szerzetes, aki pályafutása során missziós iskola alapításával, szótár és lapszerkesztéssel, valamint ferences nyomda igazgatásával rengeteget tett a keresztény elkötelezettségi kultúra erősítéséért. A díjat azon 12. évfolyamos diákok kapják, akik alkotó vagy előadó művészi teljesítményükkel és az iskola kulturális életében végzett munkájukkal hozzájárulnak az intézmény hírnevének erősítéséhez. Lipcsei Viktória, 12. E-osztályos tanuló. Iskola közösségi életének meghatározó tagja, szívesen vesz részt a prózamondó és versmondó versenyeken, iskola énekkarának oszlopos tagja. Szeret szerepelni, lehet az egyházi esemény, Barátok templomában vagy az Egri bazilikában. Vaszlav Felcak alapítvány támogatásában lengyelországi énekari körutazáson vett részt az iskola vegyes karával, ahol szólót énekelt. Kristálytiszta hangjával mindenkit elvarázsol. Deák Tamás, 12. C-osztályos tanuló. Magas színvonalú zeneművészeti tevékenységével aktívan részt vesz intézményünk énekarának művészeti tevékenységében. Iskolai, egyházi, városi rendezvényeken és egyéb más koncerteken is segítette a kórus munkáját. Zeneiskolai tanulmányait énekarunk keretei között is kamatoztatja. Iskolai ünnepségeken a műsorok technikai lebonyolításában is tevékeny részt vállal. Rendkívüli nagy érdeklődésű, széles látókörű tanuló. Aktív közösségi ember, iskolai és iskolán kívüli közösségi tevékenysége szintén példaértékű. Szabó Péter, 12. B-osztályos tanuló. Magas színvonalú, zeneművészeti tevékenységével vett részt iskolánk énekkarának munkájában. Zeneiskolai tanulmányait énekkarunk keretei között is kamatoztatta. Az angol nyelv iránti elkötelezettsége példaértékű, komplex középfokú nyelvvizsgát szerzett. Levelező csapatversenyeken országos 5.-18. helyezést ért el. Aktív résztvevője volt iskolánk ünnepi műsorainak, köszöntőinek, házi versenyeinek. Jó tanuló, jó sportoló díj. Egy vagy több 12. évfolyamos diák kaphatja, akik példamutató tanulmányi munkájuk mellett valamelyik sportágban kiemelkedő eredményt érnek el, vagy az iskola sport életében 4 éven át meghatározó szerepet játszanak. Amennyiben kivagasó sportteljesítmény mellé nem társul jó tanulmányi átlag, akkor az iskola a jó sportoló díjat is adományozhatja. Jó tanuló, jó sportoló. Tóth Áron, 12. G-osztályos tanuló. Osztályának meghatározó, vidám, segítőkész egyénisége. Középiskolai évei alatt jó tanulmányi eredményeket ért el, sportiránti elkötelezettségét kiválóan példázza, hogy számos sportágban bizonyított gyors korcsolya, kosárlabda, amerikai futball. Iskolánk hírnevét öregbítették a gyors korcsolya diák olimpián elért sikerei, egyéni második, váltó első helyezés. Áron jó csapatjátékosként a Liska országos 6. helyezést elérő floorball tímjének is meghatározó tagja volt. Trájer Szabolcs, 12. G-osztályos tanuló. Kiváló tanulmányi munkája, fegyelmezettsége és sport iránti elkötelezettsége példaértékű. A lövészettel elért hazai és európai szintű eredményei kimagaslóak. Fémsziluett lövészetből Európa bajnok, valamint több ízben országos első helyezett lett. Országos haditorna versenyek rendszeres szereplője. A honvédelmi pályán iránti elkötelezettségének elismeréseképpen Béri Balog Ádám középiskolai ösztöndíjban részesült. Ezzel is öregbítette az iskolánkban zajló katonai képzés hírnevét. Jó sportoló díj. Tóth Ivett, 12. D-osztályos tanuló. 2 éve talált rá a sportágra, amiben igazán sikeres lett. Ez pedig az erőemelés. Annak is a felhúzás szakága. Kitartó edzésmunkájának eredményeképpen 2019. májusában ifjúsági magyar bajnoki címet szerzett. A magyar bajnoki cím feljogosította az Európa bajnoki indulásra,
ahol 142,5 kg-os felhúzásával Európa és világcsúcsot felállítva lett Európa bajnok, majd ősszel a világbajnokságon is győzött. Az iskola iránti elkötelezettségét mutatja, hogy közben még arra is volt ereje, hogy nem első számú szakágában, a fekvenyomásban diákolimpiai bajnoki címet szerezzen. Tóth Dávid, 12. A osztályos tanuló. Meghatározó tagja osztályának, amelyet 11. osztály óta diák önkormányzati képviselőként is támogat. Iskolai feladatait lelkiismeretesen teljesíti, intenzíven sportol, görkorcsolyázik és gyorskorcsolyázik. Korosztályos válogatott volt jégkorongban, bíráskodik is. Diákolimpián, görkorcsolyában tagja volt a győztes váltónak, egyéniben 5. lett. Ugyanitt görkorcsolya váltóban 3 dobogó helyezést szerzett, egyéni 4. és 5. helye mellett. Az idei évben a Liska József Alapítvány belügyi rendészeti ismeretek díjat is adományoz azon 12. osztályos diákoknak, akik a 2020-as évben megrendezett országos tanulmányi versenyen a döntőbe jutottak, és a rendészeti tanulmányokban mindig kimagaslóan teljesítettek. A csapat tagjai Talapka Bálint László, Mittiner Márk János, Balázs Ágnes, Nagy Kristóf, mindannyian 12. D-osztályos tanulók. További díjazottak, illetve felterjesztések az idei évben az országos Mórus Szent Tamás Egyesület 2016-ban létrehozott Mórus díjára, amelyben a példamutató keresztény értékrendű végzés középiskolai diákokat jutalmazzák iskolánkból az idei évben felterjesztett tanulók, Víg Nóra 12. D, Zányi Viktória 12. E, Ézsiás Alexandra szintén 12. E, Bátori Nóra 12. G és Törőcsik Fanni Barbara szintén 12. G osztályos tanulók. A Liska József Alapítvány a tanulók díjazása mellett minden évben egy pedagógust is díjaz, egy pedagógus számára is kiosztja a Liska díjat, és ebben az évben a tanári Liska díj jutalmazottja Babuts Andorné tanárné. Iskolánkban eltöltött 23 éves munkaviszonya egyidős az egyik legsikeresebb, legkeresettebb szakmai képzésünkkel. A jelenleg futó irodai titkár képzés elődjének létrehozásában, a képzés kidolgozásában, folyamatos megújításában, állandó formálásában, a piaci igényekhez való igazításában oroszlán részt vállalt. Saját, nagyon magas szintű szakmai tudását nagy odaadással adja a tanítványainak. Már a képzésre indítása idején is országos versenyeken dobogós helyezést értek el tanítványai. A versenyeredmények mellett a városban és a környékén dolgozó, a munkavilágában helyüket remekül megálló, sok-sok hálás és életével elégedett volt tanítvány bizonyítja, hogy mindig nagyon jó munkát végzett. Oktató munkája mellett kiváló, bármilyen furcsán is hangzik, a nagykorú, de még csak épp felnőtt diákok körében végzett nevelő munkája is. Tanítványai bármilyen személyes problémájukkal is fordultak hozzá, mindig empátiával, humánusan kezelte a helyzeteket. Határozottan, következetesen, nagy szeretettel irányította diákjait, sok nehéz sorsú vagy komoly problémákkal küzdő tanulója köszönheti neki, hogy szakmát szerzett iskolánkban. Szakmája mindig fontos volt, számára mindig fontos volt mások segítése, személyes példájával, ezt plantált a diákjaival is. Osztályaival végzett közös programokba szívesen bevon másokat is. Tanítványai számára természetessé tette, hogy olyan szakmát tanulnak, amely sok területen tudnak hasznosan tevékenykedni, és ennek alapjait már az iskolai életének gazdagítása érdekében így gyakoroltatta velük egy-egy iskolai vagy közösségi rendezvényen. A Liska József Alapítvány kuratóriuma 2020-ban Liska díjjal köszöni meg munkáját. És a nagy-nagy díjak után most már csak felsorolásszerűen megemlítem azokat a tanulókat, akik tanulmányi, kiváló tanulmányi munkájukért jutalomkönyvben részesültek. 12. K osztályból Lenzsér Mócó Rihárd kiváló tanulmányi munkájáért, Péter Gergő közösségi munkájáért, Varga Máté közösségi munkájáért, Király Alexander Viktor közösségi munkájáért kapjuk a tanulmánykönyvet.
12. B osztályból Ládi Mádi közösségi munkájáért, Fejes Balázs közösségi munkájáért, Kis Bence kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, Veres Dávid közösségi munkájáért kapjuk el önként. 12. D osztályban Árvai Milán kiváló tanulmányi munkájáért, Bede Oliver Ölvér kiváló tanulmányi munkájáért, Talapka Sára Enikő kiváló tanulmányi munkájáért, Tóth Karola kiváló tanulmányi munkájáért kap jutalomcsomagot. 12. G osztályban Bóna Róbert kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért, Csáki Judit kiváló tanulmányi munkájáért, kiváló és példamutató kötelesség teljesítéséért, aktív közösségi tevékenységéért. Járomi András az osztály közösségéért 4 éven át végzett áldozatos munkájáért, a katonai és sportversenyeken való aktív részvételéért. Makai Balázs kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért, Mince Patrik Gábor kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, tanulmányi versenyeken való rendszeres szereplésért. 12. C osztályból Balázs Bálint kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért, ítéleti tevékenységéért. Bagyas Dominik jó tanulmányi munkájáért, fotóművészeti tevékenységéért. Hegedűs Gergő jó tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért, ítéleti tevékenységéért. Fülöp Réka osztályközösségért végzett tevékenységéért. Szalkai Bence kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért. Zagyi Zoltán jó tanulmányi munkájáért, példamutató kötelesség teljesítéséért, közösségért végzett munkájáért. 12. E osztályba Farsang Florentina jó tanulmányi eredményéért, Szlobodnik Dóra jó tanulmányi eredményéért, Kassa Brigitta közösségi és karitatív tevékenységéért, Hasiló Laura közösségi tevékenységéért, Héda Vivien közösségi és karitatív tevékenységéért. A jutalomkönyvek mellett oklevelek kiosztására is sor kerül 12. G osztályban Fajka Viktória Dóra osztályközösségért végzett példamutató munkájáért, Fehér Benyámin osztályközösségért végzett példamutató munkájáért, és szintén osztályközösségért végzett példamutató munkájáért Kis Fanni Georgina kapnak oklevelet. És a díjazott diákok után szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a munkáját is, akik 4 év alatt önzetlenül segítették az osztályközösségeket és iskolánkat. 12. A osztályba Nagy Néberec Mária, Herceg Andrea, Király Mónika. 12. B osztályba Sasné Jakab Erika, Hajnal Judit, Kenéz Ildikó. 12. C osztályba Hegedűs Gáborné, Kalocsáné Pesti Mónika. 12. D osztályba Vigné Koca Éva. 12. E osztályba Zányi Gáborné, Sas Edit. 12. G osztályban Stefán Edina, Tótné Hegyesi Erika Piroska. És akkor a díjazások után és köszönet nyilvánítások után én minden végzős diákunknak, minden most ballagónak és érettségi vizsgát, illetve szakmai vizsgát tevő tanulónknak kívánok eredményes szakmai és érettségi vizsgákat. Kívánom azt, hogy mindenki érje el azt az eredményt, amit kitűzött maga elé. Köszönöm a figyelmet! Kedves diákok! A ballagás azzal szokott véget érni, hogy itt az iskola kapuján kijöttök, és ezzel, mint egy jelképesen elhagyjátok az iskolát. Ez a mostani ballagás azonban ne azt jelentse, hogy elhagytátok az intézményt, hanem jelentse inkább azt, hogy azért csak jó lett volna még ebben az utolsó másfél hónapban itt együtt lenni. De jelentse azt is, hogy éppen ezért még jobban, még erősebben fogtok ragaszkodni ehhez az iskolához, ennek az iskolának, mindahhoz az eseményeihez, amelyeket az elmúlt években átéltetek. Befejezésül megköszönöm szüleiteknek, nagyszüleiteknek, hogy az elmúlt években gondoskodtak rólatok, és erre az iskolára bízták tanárainkra, pedagógusainkra a ti életeteket, és kívánom azt, hogy a hétfőn kezdődő érettségi vizsga az valóban hozzon mindannyiótok számára sok sikert és eredményt. Ezekkel a gondolatokkal kívánom azt,
hogy az ezévi rendhagyó ballagás és az ezévi rendhagyó érettségi az valóban tegyen benneteket felnőttebbé, és szeptembertől új reménnyel, lehetőleg már vírusmentesen tudjuk élni az életünket, és legyen ezáltal mindannyiótoknak nagyon boldog felnőtt élete. Köszönöm a figyelmet!